Hatalmas sikerrel zárta a Vadon élő állatok világnapja alkalmából általános iskolás diákok részére meghirdetett rajzpályázatát a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, valamint a Kisfaludi Művészkör, amelynek eredményhirdetésére szombaton került sor a Kisfaludi Közösségi Házban. Kiírt rajzpályázatnak, amit a Kisfaludi Művészkörrel közösen hirdetünk meg, nagyon nagy sikere volt. 252 alkotás érkezett be, erre mi sem voltunk egyébként felkészülve, de nagyon örülünk neki, hogy a gyerekek ilyen lelkesen rajzolnak. Lelkesen rajzolnak vadon élő állatokat, hiszen ez volt a pályázati felhívásban, és nagyon sok gyönyörű alkotás érkezett, úgyhogy elmondható, hogy a zsűrinek valóban nehéz dolga volt, hiszen több mint 250 alkotás közül kiválasztani a legjobbakat, az egy nagyon nagy feladat. A Vadon élő állatok hazánkban című pályázat tetszőleges technikával készült alkotásait alsó és felső tagozatos kategóriában a Kisfaludi Művészkör tagjai bírálták el. A zsűrinek oly nehéz dolga akadt, hogy mintegy 3 órán keresztül vitatták, melyik is a legjobb munka. Márciusban volt a Vadon élő állatok világnapja, ehhez kapcsolódott maga a felhívás. Ugye maga a diátadó már áprilisban van, de hát idő kellett, amíg beérkezett ez a sok alkotás, és erre akartuk felhívni a gyerekek figyelmét, hogy ők is figyeljenek a vadon élő állatokra, fordítsanak elegendő figyelmet a környezetvédelemre. A pályázat első helyezését megosztva alsós kategóriában Csabai Zoé Zsófia és Németh Hanga, felsős kategóriában Újvári Enikő nyerte el. A verseny az idei évben akkora sikert aratott, hogy várhatóan jövőre is megrendezi a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a Kisfaludi Művészkörrel közösen.